ahogy itt szétnézek, ez egy jókor tünete annak, hogy egy olyan jelentőségi kérdésről, amely itt előttünk fekszik, ekkora érdeklődés mellett zajlik ez a vita. Azzal folytatnám, hogy ennek a vitának helye lenne nagyon sok időpontban. Egyetlen egy időpontban nem lehet ezt a vitát érdemmel lefolytatni. Az az időpont a mostani. Néhány hónappal a választások előtt, amelyekre részben vonatkozik ez a javaslat, méltatlan a felvetés is, hogy itt érdemben vitatkozzunk. Még akkor is, a tartalmi értelemben ennek a vitának helye lenne, hiszen sokszor kezdeményezte az ellenzék, köztük a szocialisták is azt, hogy egy arányosabb választási rendszer legyen Magyarországon. Azonban néhány hónappal a kampány kezdete előtt ez nem olvasható másképpen, mint valamiféle bűvészkedés, és az az eljárási rend, ami szerint most itt van, ilyen módon, hogy úgy vitatkozunk róla, hogy nem tudjuk egészen pontosan, hogy valójában a Magyarországgyűlés kétharmados többsége mit is gondol erről, ez méltatlan. Ezt a vitát le kéne folytatni, mert tartalmi értelemben azok a javaslatok, amelyek ebben benne foglaltatnak, még akkor is, hogyha hozzánk nem közel álló gondolatkörből jött, egyébként alkalmasak lennének arra, hogy egy érdemi vita legyen erről a kérdésről. Azonban jelen körülmények között nem is az előterjesztő az, aki ennek a felelőse igazán, hanem a kormánytöbbség, egy kicsit is magánadó többség nem tehet mást, mint azt mondja, hogy térjünk vissza erre jövő ősszel, és tekintsük vita alapnak azt, ami be lett nyújtva. Vita alapnak alkalmas, de nem alkalmas arra, hogy az európai parlamenti és önkormányzati választási kampány megkezdés előtt néhány hónappal arról folyjon vita, hogy vajon mi is lehet a szándéka, hiszen a vita most nem arról folyik, hogy tartalmi értelemben miről szól ez a kérdés. Nem is megyek bele ebbe az utcába, hogy véleményt nyilvánít csak erről érdemben, hiszen akkor már elfogadnánk, hogy ez az eljárásrend alkalmas arra, hogy erről érdemi vitát folytassunk. Nem alkalmas. Annyiban csatlakoznék az előttem szóló vezérszónokhoz, hogy nagyon nehezen olvasható ez másképpen, mint egy kínos erőlködésről a kormány többség részéről, hogy az éppen aktuális mérések szerint hogy lehet a legnagyobb kárt okozni Budapestnek, Budapesten belül az ellenzéknek, hogyan lehet egy olyan fővárosi helyzetet előidézni, amikor valamilyen módon ebből a zavaros helyzetből a kormánypártok jól tudnak kijönni, hiszen 2014-ben még emlékszünk, hogy milyen körülmények között és hogyan alakították át ezt a választási rendszert, hogy az Alkotmánybíróság egyetlen tagján múlott, hogy például akkor hatályba léphetett az a eljárási rend, miszerint a fővárosi közgyűlésben alapvetően a kerületi polgármesterek ülnek. Ez egy nagyon jó tartalmi vita lenne. Lehetne idézni Tarlós Istvántól kezdve nagyon sok mindenkinek a véleményét ebben a kérdésben, aki például most nem támogatja a listás választást a fővárosi közgyűléssel kapcsolatosan, de akkor belemennénk abba, hogy ez egy tartalmi vita. Ezért most minden felelős politikustól egyet lehet kérni, hogy ne most zajlódjon ez a vita. Ne most akarjuk megoldani azt, amire évek óta egy évtizede várunk, hogy Magyarországon egy választás tükrözze vissza a választói akaratot. És igen, ennek az arányos rendszer lenne valamilyen módon a leginkább megfelelő. De most ennek az az olvasata, legyen bárki is a benyújtó, legyen bármi is a szándéka, a látszata, ennek most az, hogy a kormánytöbbség játszik Budapesttel, mint macska egérrel, nem szól másról, hogy állandóan újabb ötletekkel bombázni, tesztelni a közvéleményt, hogy hogyan lehet bármilyen módon a fővárosiak akaratával, a fővárosi választók akaratával szembe menni, ahogy az előttem szóló is említette. Ezt budapestiek nem kérnek a Fidesz játékából, nem kérnek ebből a különböző boszorkányműhelyekbe készült javaslatokból, még mondom akkor sem, ha egyébként Budapest és az ország új választási rendszerre kiáltanak. Ezért azt kérném államtitkár úrtól, a itt nem túl nagy számban jelenlévő kormánypárti képviselőktől, hogy legalább saját szavukra, saját adott szavukra legyenek tekintettel, hiszen közleményben, miniszteri sajtótájékoztatón, interjúkban is elmondták, hogy egy évvel a választások előtt hozzányúlni a választás érintő törvényekhez az elfogadhatatlan, és nem csak azért, mert a Velencei Bizottságnak is van ilyen ajánlása, az egy fontos érv.
hanem a dolgok természetéből, ha lehet még ilyen filozófiai fogalmat használni, a dolgok természetéből fakad, hogy nagyon közel a kampányhoz már nem kezdünk el ilyen típusú átalakításokra, amelyeknek egyébként megvolt a maga idejük, hiszen az elmúlt bő egy évben bőséggel lett volna idő az országgyűlési választásokat követően érdemben ilyen vitát lefolytatni, és egyébként jövő ősszel megint lesz arra idő, hogy még a következő választás előtt lehessen erről egy komoly tartalmú vitát folytatni. És az az eljárási rend, hogy ma reggelén kerül döntés ebben az ügyben, hogy még jövő héten egy módosítót lehet beadni ehhez a kérdéshez, és így folytatunk itt, vagy így kéne itt folytatni vitát. Ez annyira elfogadhatatlan és annyira méltatlan ehhez az országgyűléshez, több mint 1000 éves történelmünkhöz, ahhoz a magyar kultúrához, a kárpát-medencei magyarsághoz, hogy egymást hozzuk megalázó helyzetbe, hogyha most akarjuk ezt a kérdést megoldani. Én azt nem is kommentálnám, nem is bonyolodnék abba bele, hogy az előterjesztő egyébként ezt miért tette, mert egyébként logikus érvek vannak benne, de én azért azt tartanám az előterjesztő részéről és a legkorrekteknek, ha ők is belátnák azt, hogy ez most minden esetleges jó szándék ellenére nem abba az irányba megy, hogy Magyarországon egy arányos választási rendszer lesz, hanem az, hogy hogyan lehet Budapestet továbbra is valamilyen módon büntetni, hogyan lehet kicsinyes politikai játszmák szinterévé tenni. Végezetül utoljára azt kérném, hogy ne legyen ma erről egy érdemi vita, tekintsünk ezt egy olyan politikai deklarációnak mindenki részéről, hogy mindenki megpróbálta, mindenki elmondta a maga érveit, és bízom benne, hogy a kormány többség ennyi önmérsékletet legalább a saját adott szavára adva fog tanúsítani, hogy nem megy bele ennek a fabrikálásába, nem jönnek még olyan módosítók, amikkel látszólag még nehezebb helyzetbe lehet hozni Budapesten az ellenzéket. Egyet azért hozzátennék, végül akármilyen rendszerben is lesznek Budapesten a választások, a mostani demokratikus erők döntő győzelmet fognak aratni a fővárosban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!